21. perc, egalizál a Dunaszerdahely, még vissza lehet hozni ezt a meccset, óriási gól, 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 üdvözlök mindenkit, én Ember Norbi vagyok, ez pedig az Oldalvonal legújabb része innen Dunaszerdahelyről, a MOL Arénától jelentkezem a mai napon, ahol a dunaszerdai csapat akár egy történelmű mérkőzést is játszhat, hiszen amennyire a mai napon nyerni tud a Dunaszerdahely, úgy átveszi a vezetést a bajnokságban, és kettő mérkőzése lesz történelme első bajnoki címétől. A mai ellenfél pedig nem más, mint az ősi rivális Szlován, a Szlován Pozsony, a Szlován Bratislava érkezik ide a MOL Arénába. Úgyhogy tényleg egy igazán fontos kulcsmérkőzés vár a dunaszerdai srácokra, remélem, hogy sikerül majd nyerniük a mai mérkőzésen. Ami a hangulatot illeti, hogy ti is látjátok, már itt pirófüstök érkeznek, ennek az az oka, hogy most érkezett meg nemrég a ferencvárosi erősítés Budapestről, hiszen több busszal is jönnek ma a ferencvárosiak támogatni a dunaszerdélyeket erre a fontos rangadóra, a kapu mögötti szektorba, valamint a vendégszektor is tele lesz majd szlován szurkolókkal, több mint 700-an érkeznek majd Pozsonyból, úgyhogy tényleg egy nagyon jó, tüzes, paprikás hangulatú mérkőzés van kilátásba, ami azért is jó, mert azt gondolom, hogy ez a párosítás megérdemli ezt a körítést. Ami még nagyon fontos, hogy jelenleg a bajnokságban a vendég szlován csapata 63 ponttal az első helyen áll, és egy esetleges győzelemmel 66-ra növelheti pontjainak számait, ami azt jelenti, hogy több mint 5 ponttal vezetne, vagyis hát 5 ponttal vezetne a Dac előtt, ami azt jelenteni, hogy a Dacnak nagyon nehéz dolga lenne, hogy megnyerje a bajnokságot. Viszont, ha a Dac tudna nyerni, akkor a Dac 61 pontja, ami jelenleg van a második helyen, az 64-re változna, és ezzel a Dac átvenni a vezetést a bajnokságba, ami azért is lenne fontos, mert onnantól kezdve a Dacnak a saját kezében lenne a sorsa, és ugye jövő héten mennek majd még Zsolnára, utána pedig fogadnák itt hazai pályán az utolsó fordulóban a Besterce Bánya csapatát, szóval elég érdekes a Dac sorsolása, viszont a mai mérkőzés kulcsmeccs, hiszen amennyire meg tud nyerni a Dac ezt a mai mérkőzést, úgy a Dacnak lehetőség lesz arra, hogy megszerezze történelme fennállásának első szlovák bajnoki címét. Én bízom benne, hogy sikerülni fog ez nekik. Viszont, hogy ti is látjátok, rengeteg ember van ma itt, rengetegen jöttek el a mai mérkőzésre, több mint 12.500 néző lesz itt a mai meccsen, ami azt jelenti, hogy teltház lesz a MOL Arénában. Több mint másfél ezelőtt az összes belépőjegy már elkelt a mai találkozóra, úgyhogy garantált az, hogy egy nagyon jó, paprikás, tüzes hangulatú rangador vár ránk itt a MOL Arénában, Dunaszerdahelyen a mai mérkőzésen. Úgyhogy hamarosan kezdődik majd a mérkőzés, és indul a vlog, de mindezek előtt, ha nem tettétek meg, iratkozzatok majd föl az Oldalvon a YouTube csatornájára, dobtok egy lájkot a videóra, és kommentetek majd lentre a komment szekcióban a mérkőzés, a vlogga és minden más egyéb tartalommal kapcsolatosan, és ha mindezekkel megvagytok, a kis harangot is nyomjátok be, hogy minden tartalomról értesítést kaphassatok, mert itt az Oldalvon a YouTube csatornáján fog majd megjelenni. Ha rendelkeztek Facebookkal, kövessetek be az Oldalvonal Facebook oldalán, nyomjatok egy jó lájkot nekem, ezt előre is köszönöm szépen. Ha rendelkeztek Instagrammal vagy TikTokkal, akkor pedig várnak benneteket személyes profilomon, ahol képriportokkal, részvideókkal, illetve magyar fotis tartalmakkal és live-okkal is szoktam jelentkezni. Instagram, TikTok, Ember Norbi, várnak benneteket sok-sok szeretettel. Ha szeretnétek csatlakozni az Oldalvonal Discord közösségéhez, hogy beszélgessünk 0-24-ben a magyar labdarúgáshoz, most már erre is van lehetőségetek, meghívó linket a leírásban megtaláljátok majd. Valamint ha szeretnétek támogatni az Oldalvonal működését és fejlődését, erre lesz majd lehetőségetek a PayPalon, melynek linkjét szintén a leírásban találjátok meg. Tudtok majd támogatni a szuperköszönet segítségével, melyet majd itt jobbra fogtok megtalálni, és tudtok tagságvásárlásával is havi fix támogatókká válni, ennek lehetőségét megtaláljátok majd itt a lent a jobb alsó sarokban, vagy nektek bal alsó sarokban. Úgyhogy nincs más hátra, jön a mérkőzés, fontos történelmi léptékű meccs lett ez a mai, bízunk benne, hogy a Dac behúzza a mai mérkőzést, és közelebb kerül az álmaihoz, hogy megnyerje az első szlovák bajnoki címét, a Dunaszerdahely. Én bízom benne, hogy ma nyerni fognak a srácok. Úgyhogy hajrá Dac, hajrá magyar foci, jöjjön az előttünk álló időtartam, reméljük piros-fehér-zöld sikerekkel.
Az egész stadion feláll, szimpatikus vendégünkkerek kütyülnek, tehát ezt senkit nem foglalkoztasson. Őr a nélküled itt a Dunaszerdai Mól Arénában. Hidegrázos. Yeah.
még nem értél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg én üksz ne dalom.
ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés, és Slován kezdte az első félidőt. Itt a MOL Arénában, Dunaszerdahelyen. Eszméletlen, teltházas hangulat. Bízunk a legjobbakba, hajrá Doc, hajrá magyar foci, hajrá Magyarország. Nagyszerű gól, felső lépről vágodott be, egy csomagot nem láttunk belőle, de nem érdekel, mert gól, adat, ez a legfontosabb. Krisztovics góljával vezet a Dac 1-0-ra. Percben sövünk is egy szlován szöglettel majd. És egyenlít a szlován. Gyors gólváltás, 12. perc, 1-1.
az eddigi szlovák játékvezetés figyelve. Meglepte, hogyha valami olyan lenne, de nagyon nézzük a gólt egyelőre. Kijön a játékvezető, megnézi! Megnézi, hölgyeim és uraim, ez nagyon jó. Hát elveszi a sporit. Szlován kispad persze megy reklamál azonnal, nyilván. Nézd a játékvezető sporttárs, nem tudom mit néz pontosan, mit is, ami szabálytalanság lehetett, de a szlován kispad nagyon megy magyarázni. Mindjárt kiderül, hogy mi lesz a játékvezető sporttárs. Urunk nézi a videóbírót. Jön a játékvezető, aki elveszi a gólt! Elveszi a gólt, marad az 1-0! Nem egyenlítasz tovább! Marad az 1-0! Kifele a szabadrugás! Wow! Ez van! Korai volt az arom a vendégben! A mérkőzés 24. percében járunk, és az állás 1-0-ra vezet a Dunaszerdahely. A gól óta azért a szlován átvette a kezdeményezést, több lehetőség is volt a szlovánnak, sőt, egy meg nem adott gólja is, aminek hát ugye enyhén szóval örültem. Azért bízom benne, hogy a DASZ-nak sikerül ez a történelmi siker, nagyon kéne ez a mérkőzés. Jó lehet, hogy sikerül a DASZ-nak megnyerni ezt a meccset. A hangulat nagyon jó egyébként, a Dunaszerdahelyek nagyon szurkolnak, tök jó, hogy ilyen támogatás jött például Ferencvárosból is egy eléggé komoly kontingenssel. Nagyon jól szól az egy tábor. A vendégeknek is azért van valamilyen hangjuk, ilyen meg közelülök hozzájuk. De például a pillanat, amit begyújtottak, az annyira komolytalan volt, hiszen Magyarország az összes tábor komolyabbat produkál. Úgyhogy így állunk, mérkőzés állása 1-0 a 24. percben. Én azt gondolom, hogy ha Lacz meg tudná rúgni a második gólt, az nagyon sokat változtatna a mérkőzés képén, mert 2-0-ról nem hiszem, hogy vissza tudna jönni a szlován. Így az 1-0 azért meredekkel, hogy vissza lehet még jönni. De azt gondolom, végre volt egy elvett gól a szlovántól, a Daccal szemben, ez mindenképpen jó dolog. És egyre a játékvezetésre nincs panasz, meg kell jegyezni, eddig jól vezette a játékvezető a mérkőzést. Olyan, hogy győzelemnek tudnának körülni itt a felvidéki és magyar barátaink ezen a mérkőzésen, úgyhogy bízunk a legjobbakba. Van még 20 az első fél időből, bízunk benne, hogy látunk még Dac gólt, szlovánt meg nem, úgyhogy ennyi. Úgyhogy hajrá magyarok, hajrá Dac, hajrá magyar foci, jön az első fél idő második fele, tehát tartsatok velem. Egy labdaszerzés után Kalmára szemben falt, és sárga labot is fog kapni a szlován játékosa. Abszolút viccert akadályozott meg ezzel a falkkal egyébként. Márko nem bír a lerántani. Krisztovicsot. Krisztovics. De Márko blokkol. Petrás maga biztosan fogja a fejest.
gólt lőtt a szlován. Egyenlít a Pozsony. Egy óriási lövéssel. Hatalmas gól volt. A mérkőzésen Zac Slován 1-1 45 perc játék után itt a MOL Arénában. És ebben a pillanatban elkezdődött a második félidő itt a MOL Arénában a Dunaszerdahelyi Slován mérkőzésen, ahol az állás Dunaszerdahely, Slován, egy-egy lövés, véget ért az első félidő, a második is elkezdődött itt a Dunaszerdahely Slován mérkőzésen, az állás 1-1. Óriási gól egyenlített egyébként a Slován. Azt mondom nektek, az összességében egyelőre inkább ez a realitás, az 1-1, mert azért a gól után a Dac visszábált és nagyon magára engedte a Slován, szóval sok lehetősége volt, és a Dac még egy-egy kontrába próbált veszélyeztetni, de nem igazán tudták próbára tenni a Slován kapusát. Második félben szerintem, hogy ha gól tudna lőni a Dac, akkor meg tudná őrizni az előnyt valószínűleg, és akkor meg lehetne a meccs, de hát eléggé nehéz meccs ez, látszik a tét. Azért mind a két csapat játékosai látszik, hogy komoly tét ez a meccs, mert aki nyár, az nagyon lépés lett a bajnoki cím felé. Nagy lehetőség közben, de átfalt kifele. Sajnos adható volt. Így állunk most egy-egy, volt csere egyébként a hazai csapatban, lejött Blackman a pályáról a Dacban. Nem értem ezt a cserét, mert őszintén Blackman jól játszott, de lehet valami sérülés lehet. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit tartogat a második félidő. Most kezdünk, úgyhogy bízunk a legjobban. Jó lenne ezt a meccset nyerni a Dac, mert akkor esélye lehetne a történelmi bajnoki címre. Bízunk a legjobbakba. Hajrá Dac, hajrá magyar foci, hajrá Magyarország, és a második félidő, gyertek, tartsatok velem. Bízunk a legjobbakba. Majd nem elejtettem a töltőt. Szóval jön a második félidő, gyertek, tartsatok velem. Micsoda lehetőség, valaki? Szög lehet! Ujjajajajaj, ezt meg kéne nézni, ez lehet, hogy tizi volt. De mi maradt itt ki, te jó Isten? Atyavilág! Óriási lehetőséget hagyott ki a Dac, Kalmár a földön közben. És úgy néz ki, maradni fog a szöglet. Akkor viszont óriási mentés volt a Slován védőjétől. Kakaskodás viszont van. Lenne egyszerűbb, ha kimenne a sportás és megnézni. Mindig várunk,
Eddig nézzük, szerintem ez éki kellett volna menni megnézni a sportáztat, hát mire várunk? Több mint 2 perce várunk, nem tudom miért nem hívják ki a bírót, hogy nézze meg ő. Hát ez nevetséges, amit itt művelnek a videóbírók. Hát rég ki kellett volna írni a sportit, hogy nézze meg, azt túl vagyunk rajta. Több mint 2 perce várjuk, hogy mi a helyzet. És kimegy megnézni, amit már rég ki lehetett volna menni megnézni, viszont ez azt jelenti, hogy úgy látták a varkocsiba, hogy ez 11-es, tehát meglátjuk. Nézzük a legjobbakban. Mindenki próbálja meggyőzni a játékvezetőt, eszméletlen. Mindenki próbálja megnézni, hogy mit néz. Egyelőre nem jön a játékvezető, ez meccsbefolyásoló döntés lehet egyébként. De én azt gondolom, hogy ez 11-es volt, elsőre is úgy tűnt. Várjuk, hogy eljön a játékvezető, sporttársak is tévéjétől, és megmondja, hogy mit döntött. Most már 3 perce várjuk az ítéletet, több mint 3 perce várjuk az ítéletet, és egyelőre nincs döntés. Nem tudom, miért nézik ennyire, azért 3 percet el lehet dönteni, hogy 11-ese vagy nem, szóval érdekes. Spori jön, nem jön, még nézi. A VAR vizsgálat már a 4. percébe lépett, és még mindig nincs eredmény. Tényleg azért ennyi időt el lehet dönteni, hogy ez 11-ese vagy nem, szóval nem értem, mit néznek ennyire. Egyre próbálják kihozni, nem 11-es, mert a szlován az ellenfél, szóval nem értem egyszerűen az egészet. Tehát 4 percen néznek egy 11-es szituációt, tehát azért a magyar NB1-ben hamarabb megugolják a játékosokat, mint itt a Spori. Jön a bíró, és nincs semmi, nyilván gondoltam, 5 percig nézte, csak addig nézte, még csak kihozták, hogy az nem 11-es, nevetséges, az egész szlovák játékvezetői kar, egy vicc, 5 percig néznek egy 11-es szituációt, pedig ha ne állítják azt, hogy ez nem volt 11-es. Hát én kérek elnézést, hogy a magyar bírókat eddig bármilyen szinten kritizálni mertem, mert ez vicc, ami most itt volt. 5,5 percig azt nézték, hogy ne adja meg a 11-est, ez komolytalan. Kis lökés, nem lökés, úgy néz ki, kezdődik a játék, az egy belenyúlás a mérkőzésbe, sőnös belőle a szlován. A Petrás fogja a labdát. Ekkora védés! Megben tartja a dacot. Nem tudok erre mit mondani igazából. Rég 2-1-nek kellene Dunaszerdahelynek. Egy hatalmas kéz után nem fúj 11-es. Majd itt eléggé gyanús körülmények között gólt szerez a szlován. Meg se nézi elvileg, de megnézi. De hát akkor is ez, ami itt történik ma, ez megint egy nevetséges, szégyen dolog, komolyan. Ezt megadja ezt a gólt, ez egy vicc. Az egész játékvezetés egyébként a második fél idő nagy részében egy vicc. 5 perc var után úgy döntött, hogy nem adja meg a 11-est a Dunaszerdahelynek, ami fura az volt.
most pedig nem tudom mi lesz. Pályára lépett az egyik Dunaszerda a játékos gól örömében, lapot fog ezért kapni. Bocsánat, szlován játékos. Na meg fogja adni a gólt. Hihetetlen az egész, komolyan. Fújjál már valamit, baszd meg! Hát nevetséges! 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 Semmit nem fúj re, semmit nem fúj be a szlovánnak. Csak mindent az adsz elelítél. Kamer! Ajj! Gondolkodást tanultam, hogy a nagyon szimpatikus úriember ott a bírói szerelésben gondolkodott, hogy 5 pás, hogy beadja a szögletet, megadta, és jött a gól. 2-2, van még 10 perc, meg szerintem legalább egy 6-7 perc hosszabbítás. Egy bő negyed órája van a dosztok, ezt a meccset meg lehet nyerni. Gyerünk, Dac, hajrá! Szöglet! A mérkőzés 8. percében járunk, sikerült egyetlenül a Dacnak. Most úgy érzem, meg lehet ez a meccs a Dacnak, mert a hangulat fantasztikus továbbra is. Ugye a szlován vezetett egy hosszú harozás után, megnagyon 11-es után sikerült megölni a szlovának az első, most hát a második gólját a mérkőzésen, egy szörnyűtani kavarodásnál, ami eléggé gyanús volt, őszinte leszek veletek, adható lehetett volna ott is egy kifele szabadrugás, de nem adta meg. Nagyon érdekesen vezette egyébként a játékvezető a mérkőzést, rengeteg rossz ítélet van szerintem, nagyon sok kedvez a szlovánnak. Sokkal kevesebb a Dacnak, de a Dac egy szöglet után sikerült, hogy kiegyenlítsen. Hoppá, szélen megy a Dac. Nem volt fal, érdekes. Szóval így megyünk rá az utolsó völgy percnek a hosszabbításra. Meg lehet a Dacnak, nagyon nehéz. Jön a beívelés. Dac kipattanó. De tisztáz a szlován, úgyhogy megyünk tovább. Jön az utolsó pár perc, de tartsatok velem. Hajrá Dac, hajrá Magyarország. Erre a magyar foci, jön az utolsó bő 10 perc, minden a MOL Arénából. Torkából tisztel a szlován, és ebből jön egy kontra. Meg kell akadályozni valahogy. Green átteszi a célre. Visszateszik. Még egy tovább. 11-es. És mondják neki a Kalmárik, hogy a túloldalon nem fújta be, és igazuk van, azt kell, hogy mondjam.
igazuk van. Persze, lapot ad másnak is, Pinto is lapot kap. Az egész második félidőben teljesen rossz a szlovák játéka, és a bíró megsegíti őket. Azt kell mondjam, hatalmas bírói segítséggel fogja ezt a meccset megnyerni a szlován. Ha berúgja a 11-est, és igaza van a dac játékosoknak, full jogos kezet nem fújta be. Esznek befújja. Nevetséges játékvezetés. Cirkusz szlován zengett a lelátón, teljes mértékben egyetértek ezzel. Itt nem lehet más bajnok, csak a szlován ebben az országban, úgy néz ki. Nevetséges. Hát, aki hagyja. Na, ennyit számít az, hogy a játékvezető így vezeti ezt a mérkőzést. Teljesen jogosan vannak felháborodva a dac játékosok. Ez a mérkőzés egy vicc, amit művel a játékvezető. Magyarországon ilyet nem lehet látni. Szégyen, ahogy belenyúltak ebbe a meccsbe. Egy vicc az egész. És az ember próbálja meg higgadt maradni, egyszerűen nem lehet higgadtnak maradni ilyen helyzetben. És viszont így kiáll, ennek már volt egy sárgája. És ott a botrány a sorokban. Ez kiállítja a játékvezetőt, igazán pózolgat. És ott a balhé, kész a botrány, teljes mértékben. És ez köszönhető ennek a három idiótának, akit játékvezetőnek hívnak ezen a mérkőzésen. Mert elcsalta ezt a mérkőzést, és botrány, amit művelt, és szégyen az egész labdarúgásra nézve az, amit a játékvezetők művelnek ezen a mérkőzésen. Kész csoda, hogy eddig bírták a Dunaszerdai játékosai ezt, amit művelt. A játékvezető, és a játékosok Krisztovics megy, és igaza van a dacosoknak, mert rettentő undorítóan viselkedett a szlován, és Weiss is, és az egész szlován Bratislava, amit itt művel, vérlázító, és semmibe veszi azt, hogy van egy másik csapat a pályán, és egy másik csapatnál játszanak. Szégyen, amit a labdarúgással itt műveltek a szlovánosok, a labdarúgás szégyene ez a csapat, és egész Szlovákia szégyene a szlován, azt kell, hogy mondja, mert így nem viselkedünk, hogy ők viselkednek itt ezen a meccsen, azok után, hogy a bíró végig elcsalta nekik a meccset, mert elcsalta. Egy szégyen, amit a játékvezető játékvezető címén művelt itt ebben a meccsen. A haverjával együtt itt ezzel, meg ott ő középen, ő ott. Botrány, amit műveltek. Kész csoda, hogy ilyen sokáig elment a botrány. Hogy ilyen sokáig nem volt botrány, nevetséges. És tovább kispad veszekszik a VIP-val. Ki fogják állítani valószínűleg a dac edzőjét is, nem csak sárga. Nevetséges az egész, amit itt műveltek. Ott
A játékvezető kezéből teljesen kicsúszott ez a mérkőzés. Azok után egyébként, hogy a vendégcsapatot rettentően megtámogatta. Kifele szabad. Nevetséges. Kész a botrányi Dunaszerdalján, teljes mértékben. Jönnek a szekusok is. Nevetséges. Erre tényleg nem lehet mit mondani. Utaznak arra, hogy kiállítsák a Kalmárt. Kovánosok megörülnek a bajnok a címüknek, mert valószínűleg megvan nekik. És sajtjátok, meg is mutatom nektek őket. Néztek, hogy örülnek. Nagy öröm lehet, hogy elcsap bajnoki cím. Biztos nagy élvezet lehet így ebben a bajnokságokat. Hát ezek már gyakorlottak. Találkoznak a Bélesítő a Fradival, aztán szegénynek nem tudják, hogy erre menjenek. Na mindegy. Falt, de nem fúj semmit. Szöglet. Petrás jön. Nem jön. Már fogja begyűjteni a lecsorgót. Vissza Kalmárhoz. Kalmár beteszi. És lefújta. Szánalmas játékvezetés. Dunaszerdahelyen és 12 emberes Slován Bratislava 2-3 itt Dunaszerdahelyen. Igen. Ti is láthatjátok, a rendezőknek kell megvédeni a bírót az a játékosoktól. Botrány volt ez a játékvezetés, ami itt volt. Egy olyan mérkőzés, amit otthon Magyarországon biztos, hogy nem fogtok látni. Ez egy elcsalt mérkőzés volt. Elcsalt játékvezetéssel. A Szlován javára. Megnyerették a Szlovánnal a bajnoki címet ezen a meccsen. Nincs mit hozzáfűzni nagyon. És itt láthatjátok, hogy a szlovánosok ünneplik ezt a nagyszerű győzelmet. Kalmár Zsolti nagyon sokat elárul egyébként. Fel a fejjel Zsolti, legkevésbé rajtad múlt a meccs. Véget ért a mérkőzés itt a mögöttem is látható MOL arénában Dunaszerdahelyen, ahol a Dunaszerdahely, nehéz mondani, mert igazából, na mindegy, szóval a lényeg az, hogy 2-3-as vereséget szenvedett, tehát 3-2-re nyert a vendégcsapat a Szlován, de hogyan is nyert a Szlován? Hát gyerekek, azt kell mondanom, hogy én azt gondolom, hogy 20-23-ban nem létezik ilyen, amit most itt látok. Mérkőzés befolyásoló hibák tömkelegét láthattuk a játékvezetőtől, én azt gondolom, hogy rettentően bele lett nyúlva ebbe a mérkőzésbe. Amikor a Szlován játékosa felmegy és így beleüt a kezét, éri a labda a levegőben, az nem hinném, hogy természetes teszthajtás. 5 percig nézik azt a szituációt, majd kihozta a játékvezető, hogy ez nem 11-es,
majd a mérkőzés 90. percében a Dunaszerdain egy ilyet befúj 11-esnek. Azt gondolom, nincs miről beszélni. Ez egy ilyen játékvezetéssel nem lehet. Tehát ennek is semmi értelme nincs, hogy a Dunaszerdai ezért menjen a szlovák bajnokságba, mert az életben nem fogja tudni megnyerni, mert a játékvezetők elcsalják a mérkőzések. Ez egy elcsalt mérkőzés volt, ki kell jelenteni. A Dunaszerdai bármit csinált, bárhogyan csinálta, nem tudta megnyerni ezt a meccset, mert a bíró mindig a ítéleteket hozott, hogy nem tudok erre mit mondani tényleg egyszerűen. Vérlázító volt a játékvezetés, a végén természetesen a 11-esnél már kész volt a botrány, egymásnak mentek a játékosok, utána a Weiss a góljánál kiment, elkezdett pózolgatni a szlován tábor előtt, nyilván ez olaj volt a tűzre. De hát itt sem adott pirosat, csak a Weissnek második sárgára. Ilyen erénytelen és rossz játékvezetéssel egyszerűen nem lehet komoly mérkőzéseket levezetni. Én azt sem értem, hogy Szlovákiában miért nem hívnak külföldi játékvezetőt ilyen mérkőzésekre, mert egyértelműen kijelenthető, hogy nem tudják pártatlanul levezetni a mérkőzést ezek a játékvezetők. Sokadik alkalom volt az, hogy a játékvezető látványosan belenyúlt a mérkőzésbe, mert itt látványosan belenyúlva a mérkőzésbe. Egyszer nem tudok mit mondani erre, tehát nehéz úgy értékelni egy mérkőzést, hogy a csapat mindent megtesz, tényleg ezek a srácok húztak, másztak, és nem tudnak mit csinálni, mert egyszerűen a játékvezető és a két segítője, mondjuk ítéleteket hoz az egész mérkőzésen, amik befolyásolják a mérkőzésnek a kimenetelét. Tehát így nehéz erről bármit mondani. Sok mérkőzésen jártam már, de ilyen elcsalt mérkőzést még életemben nem láttam, mint ami itt volt ma este. Tényleg azt tudom nektek mondani erre, hogy botrány, ami itt volt. Úgy is mondhatnánk, hogy cirkusz, szlován bohóckodás, mert ez tényleg az volt, megnyerették velük a bajnokságot. Ne várjátok el, hogy gratuláljuk a szlován bajnoki címéhez, mert nincs miért gratulálni. Tehát ennek azért látjuk, hogy Európában mekkora értéke volt ennek a bajnoki címnek tavaly is. Ferencváros, hála Istennek, megmutatta nekik, hogy merre is van az előre. Bízom benne, hogy idén is összekerülnek a Fradi, és a Fradi újra megmutatja majd, hogy merre van az előre ennek a fantasztikus szlovák csapatnak, mert egyébként, amit műveltek egyébként szurkolás címen is, az nevetséges volt. Az egész mérkőzés csak magyar ellenes ritmusokból állt. Az egész mérkőzés abból állt, hogy a magyarokat szítták, mindennek elhordtak minket. Ha neked ez a szurkolás, akkor én kérek elnézést. Szóval azt gondolom, a szlován Bratislava és leginkább a szurkolói a labdarúgás szégyenei voltak a mai napon. Így, ahogy ők szurkoltak, ahogy szurkoltak egy mérkőzésre, hogy lejönnek bíztatni a csapatukat, nekik abból állt, hogy a magyarokat mindennek elhordják, a magyarok ilyenek, a magyarok olyanok, meg nincs hazátok, stb. Én azt gondolom, hogy ezekkel azért többet kéne foglalkozni ezek az eseményekkel, mert az vicc, hogy ezt megengedik egy bajnokságnak a lelátóin. Hál' Istennek Romániában már azért vannak ügyek ebből, bár ott is azért látjuk, hogy mindig az jön ki, hogy az azért a sepsi is hibás, de itt ez ugyanez. Tehát ennek itt semmi értelme nincsen. Nehéz értékelni bármit. Én csak a dunaszerdai fiúknak tudok gratulálni, akik hősiesen küzdöttek. Igazából 12 ember ellen ismételtem, mentek, amíg tudtak, amíg bírták szuflával. Rengeteg lehetőséget kialakítottak, szereztek, két nagyszerű gólt. Sajnos nem volt már elég ez semmire. Azon kívül, hogy egy jó szurkolást láthattunk a dunaszerdai srácoktól. Ugye magyarországi erősítéssel, úgyhogy tényleg a hangulat az nagyszerű volt, de maga a mérkőzés azt nem szeretném jobban értékelni, mert nincs mit értékelni. Ilyen mérkőzésre mit értékeljen az ember? Úgyhogy ennyi lett volna a mai vlog innen Dunaszerdáról. Hát sajnálom, hogy ez a vlog maraton egy ilyen szomorú véget ért, én se itt számítottam rá. Legalább úgy jöttem, hogy egy döntetlen meg lett a mai napon. Hát nem, hogy döntetlen, vereség lett belőle, és úgy lett ebből a vereség, hogy hát azért, ahogy mondtam korábban is, kellően belenyúltak a bírók, de hát bele kell nyúlni, mert ez Szlovákia, és nem nyerhet egy magyar csapat. Úgy néz ki ezek szerint. Nagyon szomorú, hogy ezt kell mondanom, de nem akartam belehozni ezt a vonalat ebbe a sztoriba, de nagyon úgy tűnik, hogy egyszerűen itt magyar csapat ebben az országban nem lehet bajnok, mert valamit mindig találnak, vagy valahogy úgy kihozza a játékvezető, hogy ne véletlenül a Dunaszerdai örülhessen a végén. Úgyhogy én sajnálom a Dacot, bízok a legjobbakba, remélem, hogy a konferencia ligába sikerül majd bejutniuk, vagy a lehető legtovább menetelni, mert úgy néz ki, hogy idén is csak ott volna tudni indulni, hiszen ismét csak az ezüst lesz meg nekik. Hát ez van. Úgyhogy ennyi lett volna a mai vlog innen Dunaszerdáról. Még egyszer köszönöm szépen a kitartó figyelmet mindenkinek. Ha nem tettétek, megiratkozzatok majd fel az oldalon a YouTube csatornára, nyomjatok egy jó lájkot a videóra, és kommentetek lent a komment szekcióba, és nyomjátok be a kis harangot is, hogy minden egyes videóról értesítést és kaphassatok, mert itt az oldalon a YouTube csatornáján fog majd megjelenni. Kössetek be a Facebookon, oldalvonal néven várok benneteket sok-sok szeretettel, nyomtok egy jó lájkot, ezt előre is köszönöm szépen. Ha rendelkeztek Instagrammal vagy TikTokkal, akkor pedig várok benneteket személyes profilomon, az Ember Norvin, a lehető legtöbb mérkőzésre megpróbálok képriporttal, részvideókkal és érdekesebb tartalmakkal, mini vlogokkal jelentkezni, és TikTokon pedig élő sessionök is vannak.
most majd hétfőn lesz majd este a következő élő session, ahol órákon át beszélgetettünk a magyar labdarúgásról, és ilyen érdekesebb, érdekesebb történetekről is, úgyhogy várlak benneteket ezeken a felületeken is, Instagram és TikTok, Ember Norbi, gyertek, csatlakozzatok. Tudtok csatlakozni még az oldalon a Discord közösségéhez is, ami nemrég indult el, ennek meghívó linkjét majd a leírásban megtaláljátok, valamint tudtok támogatni is az oldalon a működését és fejlődését, elsőként tudtok támogatni majd a PayPalon, melynek a linkjét a leírásban megtaláljátok. Tudtok támogatni, elmegy a robogó, szóval tudtok támogatni még a szuperköszönet segítségével, mert mondjuk jobbra fogtok megtalálni, és tudtok támogatni tagság vásárlásával is, ezt majd itt lent az alsó sarokban megtaláljátok, bármely támogatást előre, és köszönöm szépen, hogy minél több minőségi vlog készítésem majd ide, az oldalon a YouTube csatornájára. Úgyhogy ennyi lett volna a mai vlog innen Dunaszerdahelyről. Gratulálok a Dunaszerdahelynek, azt gondolom az ezüst is szépen csillog, nem szabad buslakodni, itt nem lehetett ma megnyerni ezt a mérkőzést, ez van. Így alakult, túl kell lendülni rajta minél hamarabb, és a jövőbeli célokra kell figyelni, arra, hogy talán a következő évben meg lehessen az a bajnoki cím, mert azt hiszem, hogy az 5 pontot idén már nem fogja tudni ledolgozni a fiúk, de cáfoljanak rám, én lennék a legboldogabb. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a kitartó figyelmeteket, hajrá Dunaszerdahely, hajrá Magyar Foci, hajrá Magyarország, találkozunk legközelebb is, kedden az MVM Domban, jégkorongvlog, extra, Kanada ellen, tele NHL sztárokkal, úgyhogy izgalmas lesz az a műsor is. Várlak benneteket, majd ott is találkozunk. Sziasztok, legyen szép estétek, szép napotok és szép hetetek. Ember Norbi lettem volna. Ciao.